Várhidi Pál, Dárdai Pál, Pintér Attila, Berg Stork. A legendás futballista tiszteletére a második alkalommal kerül megrendezésre a vetélkedő. 12 iskola, 28 tanulója vesz részt a versenyen, és mérheteti meg magát 4 témakörben. A 2016-os sportteljesítmények adataiból állították össze a kérdéseket. A második Buzánszky Jenő sporttörténeti vetélkedőt rendezzük meg a mai napon Dombóváron. Mindig azt szoktam mondani, hogy ő Dombóvár valaha született legismertebb fia. Akárki születik meg itt a későbbiekben Dombóváron, szerintem nem lesz annyira ismert a világban, mint az aranycsapat tagja, a világ egyik legismertebb akkori foci játékosa, és én a Dombóvári Gimnázium igazgatója vagyok, nekem ez külön azért egy szívből jövő vetélkedő szervezés, mert a iskolánkban a 8 osztályos tagozaton Buzánszky Jenő hozzánk járt és nálunk érettségizett. 2008 és 2021 között az olimpiákon 9 darab, 1 kötőjel 6. helyezése volt. 2008 és 2021 között az olimpiákon 9 darab, 1 kötőjel 6. helyezést ért el. Tehát nyilván akkor nem lehet focista. 4 témakörből készültek a gyerekek, az aranycsapat érdekességeiből, Buzánszky Jenő életrajzából, a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság adataiból, a magyar kajakkenu sport összes érmesét kellett volna ismerniük, ami egy fantasztikus mennyiségű adattömeg, és ezen kívül a 2016-os riói nyári olimpia magyar érmeseit is kellett ismerniük, ráadásul úgy, hogy nem csak az olimpián megszerzett helyezéseiket kellett tudni, hanem a korábbi vagy későbbi helyezéseiket is. Én úgy gondolom, hogy eddig nagyon jó sikerült a verseny, most még az utolsó döntőforduló következik, amikor egy nyomógombos berendezéssel fogunk játszani, abban a legjobb 12 versenyző fogja a küzdelmeket tovább folytatni. Az élmezőny nagyon szoros, ügyesek a gyerekek, nagyon boldog vagyok, hogy ennyi gyereket lehet mozgósítani, és ennyi gyermeket érdekel a sporttörténet, és nagyon hálás vagyok a kollégáknak egyrészt, hogy fölkészítették a gyerekeket, elküldték. Nagyon messziről érkeztek tanulók, Nyíregyházáról, Monorról, Kispestről, Balatonfűzfőről és a közeli nagyvárosokból, Szekszárdról, Kaposvárról és Pécsről is, és a dombovári iskolák részéről is természetesen volt nevező, és külön köszönöm a Dombóvár város önkormányzatának, Pintér Szilárd polgármester úrnak, és a tankerületnek, a Tamási tankerületnek és igazgató úrnak, Csike Tamásnak, hogy anyagilag támogatták a rendezvényt, és így lehetővé vált, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. És egy utolsó gondolat, külön öröm, hogy Buzánszky Jenő fia, ifja Buzánszky Jenő velünk van, megtekinti a versenyt, és segít majd az érmek átadásában. A vetélkedőre meghívást kapott Buzánszky Jenő fia, aki szívesen fogadta a részvételt. Nagy örömére szolgál ez a hagyomány. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek Dombóváron, egy ilyen nagyszerű rendezvényen és kezdeményezésen. Ezt, ha jól tudom, akkor nem az első ilyen, hogy édesapám neve által fémjelzett tanulmányi versenyt csinál a gimnázium. Én először vagyok itt, úgyhogy nekem teljesen az újdonság erejével hat ez a megmérettetés. A gyerekek nagyon okosak, nagyon felkészültek, és mindenkinek nagyon sok örömet és jó eredményt szeretnék kívánni ezúttal is. A diákok az ország több helyéről jöttek a versenyre. A legjobb 12 tanuló fejezi be a versenyt, és köztük osztják ki az érmeket. Helyi diák nyilatkozott a részvételről. Nagyon szeretem az ilyenfajta vetélkedőket, ez a sporttörténeti téma, ez nekem nagyon tetszik. Ez ugye a második, hogy ez a verseny megrendezésre kerül. Tavaly sikerült második helyet szerezzek. Nagyon szoros verseny, gratulálok, aki tavaly nyert. Most vele kerültem össze az első fordulóban. Remélem, hogy idén is sikerül döntőbe jutni. A rendezvény jó hangulatban zajlott, a gyerekek nagyon felkészültek voltak, pedig sok témakörből kellett adatokat ismerniük. Mivel a vetélkedő nagy népszerűségnek örvend, ezért a jövőben is megtartják itt Dombováron. A mai online világban örvendetes, hogy ennyi diákot meg lehet mozdítani, és versenyre lehet bírni. Zárásként nagy megtiszteltetés volt, hogy a győztesek érmeit az aranycsapat futballistájának fia Buzánszky Jenő adta át a diákoknak.